pedig tisztelettel köszöntöm első vendégemet, Horváth Zoltánné Katát. Én is üdvözlök sok szeretettel minden kedves nézőt, és természetesen önt is. Köszönöm szépen. Megbeszéltük, hogy majd fogunk egyszer katázni, meg egyszer pálózni, meg stb. Tényleg legyen ez a beszélgetés kötetlen, hiszen hogyha egy szerkesztő műsorvezető kap egy olyan témát, aminek a veleje a bölcsödék napja, akkor nem is tud nem természetes lenni. Hát ott pici csodák vannak, és gondolom ezer munka, de először beszélgessünk magáról a bölcsödék napjáról, és utána lesz meg majd egy-két kérdésem. 2010-ben lett először lehetőség arra, hogy ezt a bölcsödék napját mi bölcsödében dolgozó szakemberek megünnepeljük. Az első bölcsöde 1852. április 21-én nyitotta meg a kapuit. Fő funkciója már akkor is a napközbeni ellátás volt, ugye az akkori munkás embereknek, munkás családoknak biztosított napközbeni felügyeletet a gyermekeik számára. Tehát akkor volt esetleg valami olyan fajta gazdasági megmozdulás, ami indokoltatta, hogy elmennek a szülők dolgozni, mert hogy kapnak munkát, a gyereket viszont el kell látni. Ez így van, így van. A létrejöttében az első pesti bölcsöde egyletnek volt óriási szerepe, és itt a bölcsödék ugye a kor lehetőségeihez mérten egyleti úton gyűjtésből szerezték meg a működésükhöz szükséges összeget. Így 1851. augusztusában tettek a hírlapokban közzé felhívást, aminek szép eredménye volt, és így a például legnagyobb összeggel a Városi Községtanács jelentkezett, de rendszeres hozzájárulást vállalt Hildegárd főhercegnő, Forrainé Brunsznik Júlia, ő az első óvodát alapító Brunswick Teréznek az unokahúga, és Nádasdiné Forrai Júlia. A további támogatók között olyan nevek is szerepelnek, mint Jedlik Ányos, ő a Dinamo elvnek a felfedezője. Igen, mert most arisztokratákat tetszett említeni, ahogy így végig gondoltam, de hát akkor már kezdett kialakulni a gazdag nagypolgárság is. Így van. De ugye hát ott meg Jedlik Ányos, tehát azért akkor a tudós motiváció is megvan ebben a történetben. Igen. Bocsásson meg, ne szaladjunk túl, mert annyira érdekes, amit tetszett mondani, és én ebbe belefogockodnék. Hogy egyletek. Mostanában azt a világ, nem politikai műsor, azt a világot éljük, amikor nagyon sok ember 2000, már régebben is, de 2014-ben úgy gondolja, hogy még egy jól reklámozott alapítványnak sem ad egy fillért, mert folyamatosan azt halljuk, hogy ezek a pénzek valamilyen érdekes módon, tehát tudjuk, hogy az anyag nem vészel, csak átalakul, tehát ezek valahogy átalakulnak. Akkor talán nem volt ez így. Tehát az egyletekben ott pontos számvezetés volt, gondolom én, így tudom elképzelni, és akkor nem, tehát akkor arra a célra fordítodott a pénz, amire kitalálták. Hát azt az összeget, ami abból befolyt, az pontosan arra fordították, hogy a Kalapuca egy szám alatt létrejöjjön az első bölcsöde. Tehát itt tényleg az volt, hogy ugye a haladó szellemet, haladó gondolatok már akkor is tükröződtek. Tehát ott is az intézménynek a feladata a józan és becsületes szülők csecsemőit, míg azok munkát vállalnak, munkájukat végzik, ápolni, tartani, és így a családi jobblétüket előmozdítani. Tehát ha azt veszem, akkor ez a mai világban is ugye hasonló okból működnek a bölcsödék, hogy a családokat azáltal segítsük, hogy munkát tudjanak vállalni, hogy felügyelünk, gondozzuk, neveljük a gyermekeiket. Most ez mindegyik fontos. Felügyeljük, neveljük, gondozzuk. Akkor beszélgessünk egy kicsit a nevelésről. Biztos minden szülőben van egy ilyen, vagy még nagy szülőben is, egy ilyen pici félelem, hogyha bölcsödébe megy a gyerek, akkor nem az a közeg, amit mondjuk megszokott, vagy addig megteremtettek neki, az ő elképzeléseik szerint. Akkor jönnek ők, önök, szakemberek, és akkor ezt megpróbálják kinyitni? Ezt mi
úgymond ki is tudjuk nyitni, mert a bölcsödéink mindenki számára nyitottak. Tehát ha valaki nálam, vagy akár a bölcsödék vezetőinél érdeklődik, akkor a bölcsödébe be tud menni. Meg tudja nézni a bölcsödei csoportokat, el a bölcsödek felszereltségét, vagy nem. Így van. Beszélgetni tud a kisgyermeknevelőkkel, hiszen ott vannak elérhető közegben. Ha kisgyermekkel érkeznek, még arra is van lehetőség, hiszen azért vagyunk, hogy meglátunk egy gyermeket, az az első, hogy gyere, akkor nyitjuk az ajtót, és természetesen bemehet, és ott játszhat. Milyen követelmények vannak a nincsenek. Szakemberek? De a szakemberekkel szemben. A gyerekekkel szemben nyilván nincsenek. Mert lehet, hogy egy picit elcsúsztunk. Tehát, hogy én a szülők meg a nagyszülők félelmét próbáltam megfogalmazni, hogyha a pici gyereket bölcsödébe visszük, akkor biztosak lehetünk-e benne, hogy ott jó kezekben van. A bölcsödéinkben dolgozó szakembereknek a többsége felsőfokú oklevéllel rendelkezik. Tehát ez egy alapos tudást fogalmaz. Ez így van, tehát érettségi után még ráképzésben részesülnek, tehát szakgondozónők, csecsemő és kisgyermeknevelők, tehát megvannak azokkal a végzettséggel rendelkeznek, amik ahhoz kellenek, hogy a gyermekeket szakszerűen és minden tudásuknak megfelelően. Na, én most megfogom magát fogni. Jó. Az, hogy egy végzettség az mennyire alapos, és mennyire jól tanult egy pedagógus, az csak technikai kérdés. És azért fogom magát megfogni, mert belenézek a maga szemébe, és csillog. És magára én rábíznám az unokámat. Köszönöm szépen. Tehát akkor nyilván így is válogatnak, nem? Tehát az kevés a szakmai tudás, ott valami más is kell, nem? Valami így más van, plusz. Így van. Tehát az, amikor bejön hozzánk egy gyermek és ránk néz, az már fel kell, hogy ébressze bennünk azt a megismerést, hogy mi meg szeretnénk ismerni azt a gyermeket, és hogy hadd üljek le közéjük egy kicsit. Mert játszani kell velük, mert hívnak, hogy menjek. És ez egy nagyszerű érzés, amikor egy gyermeket ahhoz segíthetünk hozzá, hogy ráismerjen a világra. És hogy minket is meg is. Nagyon komoly feladat. Nagyon komoly, mert nagyon sok minden dől el ebben a korban. Amit aztán később a gyerek cipel. És ugye természetesen mindenki, aki a gyereket szereti, önök is, a szakemberek is, de főleg a szülők és a nagyszülők, azok pontosan tehát krízis helyzetektől szeretnék megóvni, aminek majd el kell jönni 17 éves korban, meg 20 éves korban, de 3 meg 4 éves korban még nem. Vagy 2 éves korban. Mi ezt nagyon jó rendszerünk van erre. Tehát nálunk van egy 10 napos beszoktatási lehetőség. Ez alatt, az időszak alatt a szülő megismerheti a gyermeknek az egész napját. Hiszen van olyan nap, van olyan időszak, amikor ő reggeltől egészen lefekvésig, illetve még utána is ott van a gyermekkel. Mert ő kínálja meg először az étellel, ő teszi először tisztába, most így mondom, tehát a pelenkacserét is ő az végzi el. Jó. Mert pontosan egyébként azért. Egyébként tényleg, butaságnak tűnik, de tényleg jó, mert olyan szeretetteljes, a gondoskodásnak az egyik formája. És hogyha van egy pici illata, akkor az nem annyira érdekes. Tehát, mert nem ez a fontos, hanem nem. Az, hogy ezt úgy megcsináljuk és megtettük, és neki meg jó. Hát igen, bölcsödék napja. Tehát én értem, mert nagyon elmentünk a gondoskodás meg szeretet felé. Bölcsödék napja. Egyrészt el tetszett mondani, hogy milyen ötletből származik. Hova lehet fejleszteni? Tehát mi az, amivel mondjuk azt mondjuk, hogy volt neki egy ilyen alapja, mint a sanzonoknak. Tehát volt egy eleje, egy közepe, meg egy vége, de vége mondjuk ne legyen. Csak hogy ez merre felé lehet elvinni? Vagy mi a cél? Hát nagyon. A célunk az minden esetben az, hogy a gyermekek legjobb érdekét szolgáljuk. Tehát itt úgymond fejleszteni lehet ugye a tárgyi feltételeket, fejleszteni lehet a környezetet, de nekünk a gyermekek, ők adottak.
fejleszthetjük magunkat, hogy minél jobbak legyünk, és meg tudjunk felelni úgymond a szülők elvárásainak is, hiszen ők is nagyon lényegesek, mert a család az egy egység, ők egy rendszer, és a rendszerben mindenki hatással van a másikra. Igen, meg akik még hozzásegítenek, például mondjuk gyermekorvosok. És van itt Terézvárosban egy Frompál, akinek van egy emlékdíja. Én 2003 óta vagyok ennek a televíziónak az egyik műsorvezetője és arca, és amióta ezt a díjat kiadták, azóta rendszeresen én készíthettem, ez így korrekt, interjút, beszélgetést azokkal a csodálatos emberekkel, akik kiérdemelték ezt a díjat. Tehát akkor nézzük meg azt az oldalát is, hogy az egészségügyi felügyelet, illetve mondjuk akár rosszabb esetben egy pszichológusi segítség mennyire szükséges, illetve mennyiben segít önöknek, szakembereknek? Hát Frompál nevét, hogy említette, ő ugye az első, a pesti első bölcsödétnek volt a gyermekorvos 1852-től 1864-ig. Szerintem volna, ha ő mondja el, mert ez így hiteles. Igen. És ő segítette azt is elő, hogy például itt Terézvárosban 1857-ben egy fiók bölcsöde nyíljon. Tehát és még abban az időszakban, és utána még elég hosszú ideig a bölcsödék inkább az egészségügyi vonalhoz tartoztak, mert ugye főleg a prevencióra, a gyermekek egészségének a megőrzésén volt a hangsúly. A nevelés vagy tanítás? És igen, tehát abban az időszakban főleg a felügyelet, hogy akkor az meg legyen oldva, a gyermek ne legyen beteg, mert hogy a szülő tudjon dolgozni. És utána anyuka hazaviszi este, és az már az ő dolga. Így van. De ebből kialakult egy olyan egészséges rendszer, és egy olyan csoda, amit Fromm úr csinált, tehát méltán emlékszünk meg rá, ami egész, hát úgy gondolom kivételes. Kivételes dolgokat nem csak 100 évvel ezelőtt lehetett csinálni, lehet talán ma is. Miben látja az útját? Itt van a bölcsödék napja, ez lehet egy út. De egyébként milyen útja lehet még annak, hogy ezt olyan újkori kis utcácskákba, utakra tudják elvinni ezt a nagyszerű elképzelést és az önök nagyszerű munkáját, hogy az legalább úgy maradjon meg, mint Frompál úr neve. Ez abban tud megnyilvánulni, hogy minden bölcsödének van gyermekorvosa. Ez a doktornéni kijár a bölcsödékbe egy héten, egy alkalommal, és hosszabb időt eltölt a csoportokban. Azon kívül, hogy ugye megcsinálja azokat a rendszeres orvosi vizsgálatokat, amit számunkra a szakma előír, azon felül, ha látunk olyan problémát a csoportokban, amire érdemes felfigyelni, amire érdemes a szülő figyelmét is felhívni, mert tovább kell lépni, akkor a bölcsöde orvos az, akihez először fordulunk, hiszen ebben ő igazából a szakember. Mi csak azt látjuk, hogy esetleg a gyermek a fejlődésben hol rekedt meg, és vele tudjuk először, elsősorban megbeszélni azt, hogy akkor merre mehet az az út, ahol a gyermek fejlődése tovább, fejlesztése tovább és segíthető. És akkor természetesen, hogyha valami ilyesmit tapasztalnak, akkor meg kell beszélni a szülőkkel is. Így van. Na most nyilván akkor, hogyha a szülők nem közreműködők. Ez nagyon nehéz feladat. Tehát elfogadtatni a szülővel azt, hogy pont az ő gyermekével van egy ilyen probléma, az nagyon nehéz dolog. Tehát itt többször le kell ülni, akár a kisgyermeknevelőnek a szülővel beszélgetni, akár még a bölcsöde vezető is bekapcsolódhat ebbe, hiszen az ő szakmai tudása valószínűleg azért prezentálta oda, ahol ő van, mert ilyen esetekben az ő fellépése is segítheti a szülőnek az elfogadást. A bölcsöde orvossal való beszélgetések hasonlóképpen segítik a szülőt abban, hogy el tudja fogadni ezt a helyzetet. És hát főleg az, hogy főleg azt próbáljuk a szülővel elfogadtatni, hogy a gyermeknek segítségre van szüksége, és ha a gyermek ezt a segítséget megkapja, akkor akár egy logopédiai probléma, akár egy fejlődésbeni lemaradás, egy korai fejlesztéssel gyorsan helyrehozható. Tehát
Ebben a kiskorban, ahogy említette az, a bevezetőben, a gyermekek még nagyon hamar tanulnak olyanok, mint a szivacsok. De milyen gyorsan. És mindent szívnak magukba. Tehát érdemes foglalkozni ezzel a dologgal. Mi van akkor, hogyha nagyon nagy gond az, amivel szembe kell nézni? Most én leszek zavarban, mert nem tudom, hogy fogalmazzam meg diplomatikusan. Tehát, hogyha önök azt tapasztalják például, hogy egy gyermeket bántalmaznak, akkor mik a lépések? Hát a gyermekjóléti alapellátás keretében ugye mi egy jelzőrendszernek vagyunk a tagjai, amit az önkormányzat, a gyermekjóléti szolgálat, a Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat működtet. Jó tetszett említeni, ez egy önkormányzati fenntartású intézmény. Így van, és akkor oda tetszenek jelenteni? Ezt a jelzőrendszert ők működtetik, és mi, mivel már a szociális ágazathoz tartozunk, nem pedig az egészségügyhöz, így mi ennek a jelzőrendszernek a tagjai vagyunk. És ilyen esetekben jelzünk nekik, hogy ilyen probléma adódott. Mondjuk elég utopisztikus, hogy egy bántalmazott gyermeket bevisznek bölcsödébe másnap. Gondolom, inkább dugdossák. De ha... Köszönöm szépen, mert erre gondoltam, hogy biztos, hogy nem, tehát nem létezik, hogy nincs. Ilyenkor mi van? Ilyenkor rögtön lehet hívni az orvost, és lehet hívni a rendőrséget? Hiszen az egy pici, 2 éves, más, mikortól mehet bölcsödébe a gyerek? 27-es kortól. 27-es kortól, tehát akkor picik, és már óvodába mehet 3 éves kora után, illetve ahogy szobatiszta lesz. Így van. Akkor ők nagyon picik, tehát az ő jelzőrendszerük, az nem olyan, hogy el tudják mondani, hogy most engem bántalmaztak, vagy megvertek. És ez egy borzasztó fontos kérdés a jelen társadalomban, mert folyamatosan ezzel találkozunk. Tehát ilyenkor rendőrség? Hát azért ilyen hamar nem. Tehát ez egy örökös dilemma a szakmában, hogy tényleg mikor jelezzen az ember. Minden bölcsödében van gyermekvédelmi felelős. Tehát az ő feladata az, hogy a kisgyermeknevelők által felé jelzett problémákat megbeszélje a szülővel. Tehát első körben leülünk a szülővel, és megkérdezzük, hogy mi okozhatja. Mert ugyan vannak látható nyomok, de ugye de ezekre le is esett a nyomok... egy lépcsőről, így persze. Van, meg így lehet van. Dús tehát fantáziájú egy gyerek, még ilyen pici korban is. Egyből ítélkezni nem szabad. Tehát mindenféleképpen utána kell járni, és ugye ha ez tényleg többször előfordul, akkor a szülőnek jelezzük, hogy ezt sajnos már jeleznünk kell a gyermekjóléti szolgálat felé, és így abban az esetben kerül sor a jelzésre. És mi van akkor, hogyha többször utána járnak, és többször kiderül, hogy a másik fél nem partner, hanem hazudik? Tudom, nagyon. Hogy tehát annyira komoly a munkájuk, ezért próbálok én belemenni a mélységeibe, mert én azt gondolom, hogy a televízió nézőben is ezek a kérdések merülnek fel, jeleznek. Tehát a gyermekjóléti szolgálattal nagyon jó a kapcsolatunk. Most ettől az évtől, illetve már a tavalyi évben is voltak problémás eseteink, amikor pont emiatt voltak elcsúszó jelzések, félreértések, mert a szülő ezt mondta a bölcsödéről, a szülő ezt mondta a gyermekjólétiről. Tehát a két intézményben ellentétes információk kerültek. És úgy gondoltuk a intézmény vezető társammal, hogy ezt úgy tudjuk a legjobban kiküszöbölni, ha az első család látogatásokra, a problémás eseteknél együtt megy ki a családgondozó és a kisgyermeknevelő, hiszen akkor tehát a szülő, két szakember. Így van, a szülő látja azt, hogy ez a két intézmény együttműködik, és az együttműködésen van a fő hangsúly, mert akkor az azt jelenti, hogy mi beszélünk is egymással. Igen, pontosan ezt jelenti, hogy kialakulhat egy kölcsönös bizalom. És ennek mesdjéjén én azt remélem, hogy a bölcsödék napja az folyamatos rendezvény lesz minden évben. Ezzel együtt azt is remélem, Kata, hogy máskor is szívesen látogat be hozzánk a stúdióba, és beszél. Rengeteg kérdésem maradt, mert hogy ez jó. Akkora paletta, én gondolom, hogy még egy jó pár műsort ki tudnánk ebből tölteni, és
egyszer, mint azt is remélem, hogy érdekes módon is. Nagyon szépen köszönöm, nagyon hogy a vendégem volt. Nagyon szívesen, örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm a meghívást.